Villámgyorsasággal eltelt ez a 4 nap, úgyhogy túl is vagyunk a 2023-as MotoGP világbajnokság első versenyhétvégén, ahol annyi minden történt, hogy órákig lehetne beszélni róla. Persze ennek ellenére igyekszek rövid lenni, már amennyire ez ugye tőlem telik, ismertek már, bármeddig is tudok beszélni, főleg, hogyha MotoGP-ről van szó. Egyébként ezt a videót már egyszer felvettem a pályán, mielőtt eljöttem volna, viszont aztán visszanéztem, és rájöttem, hogy egy csomó fontos gondolatot sikerült kihagynom, vagy lányos zavaromban, vagy már éppen a fáradtság okán. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az a felvétel az most kuka, és inkább megpróbálom gyorsan még egyszer, most már tényleg teljes egészében összefoglalni, amit el szerettem volna mondani. Mielőtt rátérnék a mai futamra, először egy gyors leltár, méghozzá egy nem túl kellemes leltár, tudnélik, az első 3 nap után, amit a versenyzők motoron töltöttek, mármint versenykörülmények között úgymond, tehát nyilván nem a téli tesztről van szó. Gyakorlatilag a mérlegünk az úgy néz ki, hogy 2 versenyző továbbra is kórházban tartózkodik, ugye Pol Espargaróról, és az ő egyébként a kelleténél sokkal súlyosabb sérüléséről, ugye már beszéltem egy korábbi videóban, annyi friss info Pol kapcsán, hogy bár az eredeti tervek szerint az egész hétvégét még a Fárói kórházban kellett volna töltenie, itt Portugáliában, Portimaótól nem messze, viszont ez megváltozott ez a terv, és úgy döntöttek, hogy inkább minél hamarabb szeretnék őt Barcelonában tudni, és dr. Ángel Csárte és az ő csapatának a kezei között, mert úgy érezték, hogy ott sokkal jobb körülményeket és ellátást tudnak neki biztosítani. Úgyhogy már szombat este átszállították őt Barcelonába, és hát dr. Ángel Csárte első útja, ugye Portugáliából visszatérve Spanyolországba, Barcelonába, Pol Espargaróhoz vezetett. Nyilván ennek a látogatásnak az eredményeit ugye még nem közölték velünk. Egyébként ami kérdés, hogy az állkapocs csont törés okán szükség van-e beavatkozásra, szükség van-e műtétre, úgyhogy ez az, ami még kérdéses. Egyébként, bár ezt az információt nem erősítették meg, de nagy valószínűséggel úgymond külső sérülés is van, tehát valószínűleg egy nagy vágás is keletkezett Pol arcán, de ha műtétre van szükség, akkor az nem emiatt lesz. Ugye a csigolyatörést azt már említettem, azóta az kiderült, hogy a nyaki 5-ös csigolya az egyik, ami sérült, illetve a lentebbi szakaszon már majdnem a derékmagasságban valószínűleg, de a háti szakasznál is sérült egy csigolyája, illetve ugye hát a tüdő sérülésről is beszéltem már, úgyhogy hosszú gyógyulás elé néz Pol. Egyébként a csapata, illetve a hozzá közelállók azt mondták, hogy a néhány évvel ezelőtti brunói balesete az sokkal nagyobb aggodalomra adott okot, és akkor sokkal inkább féltek attól, hogy maradandó idegsérülést, vagy adott esetben akár bénulást szenvedhet el, úgyhogy furcsa volt, bármennyire is ijesztően hangzik ez a sok-sok sérülés, amit begyűjtött, a hozzá közelállók éltek már meg rosszabb pillanatokat. Aztán a másik versenyző, aki továbbra is kórházban van, ő Enea Bastianini, egész pontosan őt ugye kivizsgálás után kiengedték, még a szombati nap folyamán, ugye ő a sprint futam során sérült meg, amikor Luca Marini egy esés következtében kiütötte alól a motort, Eneának a jobb lapocka csontja tört el. Azt még nem tudni, hogy elmozdult vagy nem mozdult el a törés, illetve hogy az ő esetében is van-e szükség műtéti beavatkozása, úgyhogy a bolognai kórházban vizsgálják, és hamarosan nyilván erről is kapunk majd információkat. Az biztos, hogy enne az argentin nagy díjat kihagyni kényszerül, de ő legalábbis a tervek szerint, vagy a vágyai szerint Texasban már szeretne rajthoz állni, de hát azért ne felejtsük el, hogy az austini futam az mindösszesen 3 hét múlva jön, úgyhogy nem sok idő van a gyógyulásra.
És aztán a kórházban ápoltak mellett vannak további sérültjeink is, csonttöröttjeink is, az egyik ugye Márk Márquez, aki a mai futam legnagyobb attrakcióját mutatta be, erről majd mindjárt még néhány gondolat. Márknál ugye, hát itt még feltételes módban beszéltek, de minden esetre az első metakarpusza, tehát picit leegyszerűsítve mondjuk azt, hogy a hüvelykújja az, ami nagy valószínűséggel eltört, de szerintem mondhatjuk azt, hogy eltört. Ugye ezt magyarul kézközépcsontnak hívják. Én úgy tudom, illetve pontosabban hallottam most olyan információkat így a késő este folyamán, hogy lehet, hogy már ma este meg is műtötték Márkot, szintén egyébként Barcelonába vette az irányt, és ha ez igaz, akkor egy kis beavatkozás volt, amihez egyébként altatás nem szükséges, hanem ezt ilyen helyi érzéstelenítésben végezték el, ha és amennyiben. Én rákérdeztem a csapat sajtósánál, hogy ebből mi igaz. Hát mondhatnám az, hogy se megerősíteni, se cáfolni nem szerette volna. Annyi volt a válasz, hogy holnap küldenek friss információt Márk állapota kapcsán. Úgyhogy meglátjuk, hogy az argentin nagydíjon ő részt tud-e venni, ami azért ugye tudjuk, hogy az egyik olyan pálya, ahol egyébként azért a korábbi években ugye jó eredményeket ért el. Aztán a másik csonttöröttünk, aki szintén kapcsolódik majd a Marc Márquez féle ütközethez, Jorge Martin, aki hát Márknak köszönhetően a jobb lábán az egyik ujját, én úgy tudom, hogy a nagy lábujját tört el, illetve a bokája is sérült, de hogy mennyire, vagy pontosan milyen sérülésről van szó, azt nem tudta megmondani, tehát nyilván a holnapi vizsgálatok tudják majd ezt pontosabban megmondani, de nála legalább az argentin futam nincs veszélyben, tehát ő mondta, hogy mindenképp ott lesz és rajthoz fog állni. És hát aztán még vannak sérültek, például ugye Miguel Oliveira, akinél szerencsére viszont kizártak mindenféle csonttörést, elég nagy volt az ijegység, mert a lábát fájlatta, és hát egyébként az jobb oldala elég komolyan zúzódott, a csípője, a combcsontja, tehát hogy ő sincs 100%-os állapotban. Úgyhogy mondanám azt, hogy nem tudom, hogy mi történt a versenyzőkkel, azért vannak tippjeim nekem is, meg saját maguknak is, hogy mi történhetett. Minden esetre ez egy nagyon-nagyon rossz kezdés szerintem így a egy futamot, vagy egy hétvégét követően, hogy ennyi sérültünk van már most, mert ez így folytatódik tovább, akkor nem tudom, hogy a végén hányan fogják befejezni egyébként ezt az évet. Na de nézzük néhány gondolat erejéig a mai futamat, tényleg csak nagyon röviden. Pecco Bagnaia ugye hozta úgymond a kötelezőt, egyrészt amit mondjuk azt, hogy elvár ránk egy regnáló világbajnoktól, másrészt pedig amit elvárhattunk tőle a tesztek alapján. Nagyon jól menedzselte egyébként a mai versenyt is, ugyanúgy, ahogy a szombati sprintet, de abba most nem fogok belemenni, mert majd egy külön videót szeretnék majd még készíteni nektek a sprint kapcsán. Annak ellenére egyébként, hogy nullára írta a hátsó gumit, úgyhogy ha néhány kör még lett volna, akkor ki tudja, de hát mint tudjuk, ahogy sokszor mondtam el nektek, én is az életben, meg a sportban sincs olyan, hogy ha. Úgyhogy Pecco Bagnaia kimaxolta ezt a portugál nagydíjat, és maximális 37 ponttal hagyhatta el az Algarvei pályát. Szerintem az ő eredményénél egyen nagyobb meglepetés volt az, amit Maverick Vinales-től láthattunk, bár egyébként egész hétvégén az edzések során inkább így mondom, hogy azért jó volt a tempója, nem véletlenül én be is raktam őt egyébként a fantasy csapatomba, legalább vele nem nyúltam mellé, nem úgy, mint Luca Marinivel, akinek sikerült szombaton és vasárnap is nulláznia. Viszont a harmadik helyenre odaért Marini csapattársa, Marco Bezzecchi. Mondanám azt, hogy meglepetésre, de megint csak azt kell mondanom, hogy a téli tesztek alapján azért annyira nem nagy meglepetés, és hát eleve tudjuk, hogy mennyire erősek a Ducatik. A mai futamon is ugye az első 54 bolonyai motoron ülőt láthattunk, ugye Joan Zarco őrületes felzárkózást mutatott az utolsó körökben, ráadásul egyébként betegen, egész hétvégén betegeskedett, és napról napra amúgy romlott az állapota, vagy legalábbis a hangja az egyre rosszabb volt, úgyhogy gondolom
mint egy falat kenyér, úgy kell ez most neki, hogy már holnap, vagy legkésőbb holnap után repülőgépre üljön, és Termas de Riondo fele vegye az irányt. Az ötödik helyen pedig Alex Marquez zárt, nem fogok végigmenni az egész eredmény listán, de mondjuk azt mondjuk megemlítem, hogy utána jöttek a, mondtam, hanem azt mondtam, hogy a gyári KTM-esek, de ugye a két KTM-es van már csak, és mind a ketten nyilván gyári versenyzők, hisz a másik kettő versenyző ugye Gas-Gas márkanév alatt versenyez, és Fábio Quartararónak sikerült még odaérnie a nyolcadik helyre, úgyhogy Fábio nem igazán, nem is tudom, nem igazán boldogan hagyta el a portugál helyszínt, amihez egyébként az elmúlt években ugye nagyon jó eredmények és győzelmek és medencében való fürdőzések köthetőek hozzá. Na ennyit így a verseny eredmény részéről, és hát nyilván a legfontosabb, ami a mai napon történt, és ami a legtöbb kérdést vetette fel, ugye ez a bizonyos baleset a harmadik körben, amit Marc Márquez okozott, és nyilván ez a legforróbb téma így a portugál nagydíjat követően. Hát ahogy ezt már megszokhattuk, megint csak kétfele oszlik a mezőny. Vannak, akik hát idézően mondom azt, hogy felmentették Márkot, de legalábbis nem ítélték előtt teljes mértékben, mondván, hogy a hármas kanyar az amúgy is egy elég hát szemétláda kanyar, hogy most Marco Bezekit idézzem szó szerint. Nagyon könnyű ott elmérni a távolságot, viszont, amit mondjuk Maverick Vinales említett, hogy gyakorlatilag szinte az egyetlen olyan pont a pályán, ahol előzni lehet, hát nyilván azért láttunk már példát arra, hogy ez nem teljesen így van, de az tény és való, hogy a Ducatik ellen küzdeni és előzni nagyon, de nagyon nehéz. Viszont igazából nem is erről volt szó, hogy ő előzni próbált volna, nem így volt. Márkot egyébként nagyon megviselték a történtek. Ugye rögtön már ott a pályán láthattuk, hogy felállt, és egyből ugye oda ment megnézni, hogy hogy van Oliveira, majd aztán még egyszer visszament. Utána bejött a depóba, ugye egyből be a kamionba levette a bőrruhát. Rögtön az első dolga az volt, hogy átmenjen az egyébként szomszédos RNF Aprilia alakulathoz, tehát konkrétan egymás mellett voltak, nyilván egy fal elválasztotta őket Oliveirával. Ugye, mert ugye szemből nézzük a boxokat, akkor Oliveira jobb oldalt ül az RNF csapatnál, már bal oldalt, tehát így pont tényleg teljesen egymás mellett voltak. Úgyhogy átment elnézést kérni a csapattól, illetve egész pontosan Rezlán Rezalitól, illetve a portugál szurkolóktól is ott még egy gesztussal, majd aztán a sajtótájékoztató során szóban is elnézésként minden érintettől, és lehetett rajta látni, hogy tényleg megviselték a történtek. Nyilván senki nem szeret elesni, de pláne nem szereti senki sem, hogyha egy másik versenyzőnek a vesztét vagy a balesetét okozza. De a legfontosabb, és ezt ő többször el is mondta, hogy annak azért örül, hogy Oliveira nagyobb sérülések nélkül megúszta ezt a dolgot. És akkor onnan kanyarodtam el, hogy szó sincs arról, hogy előzni szeretett volna, hisz nagyon messze volt Oliveirától is, illetve hát a kettőjük közt lévő Jorge Martintól is. Egész egyszerűen gyakorlatilag elindult alatta a motor eleje, vagy megindult alatta a motor, ezért ki kellett, hogy engedje a féket, és ennek lett a következménye az, amit aztán láthattunk. Úgyhogy a fizikai fájdalomnál szerintem egyelőre sokkal nagyobb volt a lelki fájdalom. Hát ha voltak is eddig Portugáliában szurkolói Marc Márqueznek, akkor szerintem ezen embereknek a száma a mai nappal nagyjából nullára fogyatkozott. Ugye nyilván hatalmas fújolás kísérte minden egyes alkalmat, amikor a kamera Marc Márquezt mutatta a történtek után, és ugye kivetítőn lehetett őt látni. Úgyhogy lesz mit megemésztenie a következő napokban, ha rajthoz tud állni Argentínában, ha nem. Ugye nem sokkal a leintést követően az is kiderült, hogy logikusan vagy természetesen büntetést kapott ezért az attrakcióért, amit teljes mértékben el is fogadott, tehát nyilván szó nincs arra, hogy fellebbeznének. A büntetés pedig az kettő hosszú körös büntetés, amit az argentin nagydíjon kell letöltenie. Ez egy nagyon
érdekes megfogalmazás, és próbáltam visszakeresni, hogy mikor változtattak a büntetések megfogalmazását. Tudnélik, régen, néhány évvel ezelőtt még ilyen esetben azt írták, hogy amit a következő versenyen kell letölteni. És ez szerintem olyan 2018-9 magasságában változhatott meg, ahogy most itt visszanézegettem az e-mailjeimet. Ráadásul a szabálykönyvben nincs olyan passzus, hogyha a versenyző nem tud rajthoz állni adott esetben ugye az argentin nagydíjon, akkor ezt a büntetést az azt követő futamon kéne letöltenie. Olyannyira, hogy azóta én is utána kérdeztem, és a FIM egyik szakemberétől megerősítést kaptam azzal a kapcsolatban, hogy ha és amennyiben Márk nem tud rajthoz állni termezzeri ondóban, akkor ez a büntetés, ez gyakorlatilag süty volt nincs. Úgyhogy ebből szerintem majd megint lesznek még, nem is tudom, nézeteltérések, véleménykülönbözetek és ütközetek mondjuk a biztonsági tanács üléseken, mert hogy volt olyan versenyző, aki szerint még akkor egyébként nem lehetett tudni, hogy milyen büntetést kap már, de Aleix Espargaró nem finomkodott, tehát ő mondta, hogy ezért az attrakcióért minimum egy-egy versenyes eltiltás az, ami szerinte korrekt lenne. Úgy, hogy már tavaly is a Nakagami esetnél, ugye, amit Barcelonában történt, ő ott is azt gondolja, hogy az egyversenyes eltiltás lett volna a megfelelő mértékű büntetés. Viszont az ilyen esetekre ezt a fajta retorziót, ezt nem alkalmazzák. És hogyha visszaemlékeztek a csütörtök esti videóra, akkor mondtam, hogy a szokásos évelei versenyzői eligazítás a MotoGP-seknél brutálisan sokáig tartott, több mint egy órán át beszélgettek, hát majd, azt nem mondom, hogy veszekedtek, de mondjuk eléggé indulatos eszmecsere volt, talán ez a legjobb megfogalmazás. És ugye nem lett volna ugye ez a bizonyos fotózás, akkor ki tudja, hogy meddig ültek volna ott, és tehát a mai napot követően meg aztán egészen sok versenyző megerősített, hogy egyetlen egy téma körül folyt ez a bizonyos diskurzus, a büntetések, és ugye az ütközéseknél kiosztható büntetések, meg egyáltalán ennek mi lesz a logikája. És ott valóban ezt mondták el, hogy az első esetnél hosszú körös büntetés, ugye Joan Mir egy hosszú körös büntetést kapott a sprint futamon történtek miatt, Marc Márquezt két hosszú körös büntetéssel jutalmazták most. Ha valaki megint elköveti ugyanezt, akkor a pitlane-ből kell rajtolnia, azt követően pedig box utca áthajtásos büntetés. Tehát elvileg így épül fel jelen pillanatban ennek a menete. És amit viszont rosszul mondtam abban a videóban, ez nem guideline-nak hívják, hanem protokoll. Tehát, hogy a szabálykönyvnek nem része, hogy milyen szabálytalanságért milyen büntetést adnak, vagy hogyan építik ezt fel, de ezt egy protokollban foglalták egyébként össze. És hát ugyanott tartunk egyetlen egy futamot, vagy egyetlen egy hétvégét követően, amiről már csiliárszor beszéltünk, és beszéltem én is az elmúlt években, megint ez a MotoGP Stewards Panel, és már tök mindegy igazából, hogy kik ülnek benne, kik hozzák meg ezeket a döntéseket, egyszerűen következetességnek nyomát nem találni. Aleix Espargaró volt megint csak az, aki ebben mélyebben belement, mondván, hogy ha büntették Mirt, ugye a Quartararóval való ütközés miatt, akkor nem érti, hogy miért ne büntették Alex Márquezt, aki gyakorlatilag ugyanúgy neki ment, és elrontotta Maverick Vinales sprint futamát. Ugye a különbség ott csak annyi volt, hogy Mir elesett, Alex Márquez pedig nem esett el, de hogy mind a ketten elrontották egy másik versenyzőnek a futamát, tehát hogy nem érti a logikát, azt sem érti, hogy Brad Bindert miért nem büntették meg, aki őt ütötte ki gyakorlatilag, csak nem estek el, egyikük sem, a mai futam során szintén a hármas kanyarban, és ezért ő visszaesett ugye a mezőny végére, talán az utolsó helyre, és onnan kellett visszaküzdenie magát, tehát megint csak ugye az ő versenyének is lőttek. És nem azt mondja ezzel, hogy Mirt mindenképp büntetni kellett a történtekért, de hogyha Joan Mirt büntették, akkor Alex Márquezt miért nem, akkor Brad Bindert miért nem, és akkor még folytatnánk a sort, mert Aleix ezt konkrétan nem hozta fel ezt a példát,
Más versenyzők viszont igen, hogy ha Joan Mirt büntették, akkor Luca Marinit miért nem? Tényleg nem értem, hogy mi kell ahhoz, hogy valahogy következetesebb büntetéseket kezdjenek el, vagy akkor ne büntessenek senkit. Tehát egyébként annyira közel van egymáshoz a mezőny, hogyha valaki előzni akar, akkor sajnos ezek az ütközések benne vannak. Én nem mondom azt, hogy ha valaki egy másik versenyző bukását okozza, pláne sérülést, akkor nem kéne büntetni, bár nem vagyok abban sem biztos, hogy ez a jó megközelítés, és ez a jó mérlegelési elv, hogy most az a másik versenyző az most sérült, vagy nem. Minden esetre már most így az első futam után teljes káosz van. És akkor még egy gondolat így Aleix kapcsán, aki egyébként a mai versenyt követően leginkább Joan Mirre volt kiakadva, mert ugye a sprint futam, és most megint még egyszer mondom, hogy nem megyek abba bele, kőkemény volt, nemhogy az eleje, hanem a teljes 12 kör. Viszont a mai nagydíjnak az első körei, azok legalább annyira durvák és agresszívak voltak, ha nem durvábbak. Tehát, hogy olyan, mint hogy az összes versenyzőnek így nem tudom, így lejött volna a lila köd, és nem tudom, élethalált mennek, pedig még 20 futam, illetve 20 nagydíj, meg még 20 sprint vár ránk elvileg, ugye, az idei évben. Úgyhogy Aleix Mirre volt nagyon kiakadva mondván, hogy, és most nem fogom megismételni azokat az angolul F betűvel kezdődő szavakat, amiket többszörösen is megismételt, magyarul ez a B betűs szó, hogy nem értette, hogy mi az Isten haragját keménykedsz, agresszívoskodsz, jössz nekem, meg itt mindenkinek, amikor úgyis a következő körben hosszú körös büntetésed van, és így is úgyis 5 másodpercet veszíteni fogsz, akkor az Isten haragját kell ennyit kockáztatni. Úgyhogy Aleix is nagyon be volt rágva egyébként Mirre. És mondom, tényleg azt lehetett látni az egész mezőnyön, hogy meg vannak vadulva. És Fabio Quartararónak volt egy érdekes meglátása ezzel kapcsolatban, hogy ugye hosszú évek óta, sőt, 10-15 éven keresztül, nem is tudom most pontosan, nem 10 év talán nagyjából, amikor ugye Katarban kezdődött mindig a szezon, ami egy sokkal szélesebb pálya, több ideális ív van, ha mégis valami közel haszon, akkor sokkal könnyebb elkerülni az ütközést, egy nem annyira úgymond agresszív vagy dinamikus pálya, mint ez a Portimaói. Úgyhogy egyébként lehet, hogy ez tényleg komolyan közrejátszott ebben a rengeteg ütközésben, amit láthatunk, illetve Fábio azt is kiemelte, hogy nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet volt, hogy így rögtön gyerecipó hambekaplak alapon, ráadásul ugye egy sprint futammal indult meg ez a 20-23-as szezon. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy erről a hétvégéről még nagyon-nagyon sok szó lesz, én is jövök majd még legalább egy videóval, amiben a sprint futamot fogom elemezni, meg kicsit mesélek majd arról, hogy itt a háttérben még mit történtek, de szerintem így ma estére egy szuszra ennyi elég is lesz a portugál nagydíjról.